Geszti Péter, az éter réme fog emlékezni a Hungáriáról. Sziasztok! Üdvözlet mindenkinek elsősorban és barátomnak, mentortársamnak, teniszpartneremnek, aki rettenetesen szemetül teniszezik, Szikora Robertnek. Abban az alkalomból küldöm ezt a kis üzenetet, hogy visszaemlékezéseim szerint többször is befolyásoltad az én rockzenével, popzenével kapcsolatos elképzeléseimet. És az első emlékem az az, hogy amikor a Hungáriával képes voltál Ciao Marina szempontból előkerülni az életembe, akkor az én egykori osztálytársam a gimnáziumban, Jáki Attila, aki aztán később az Ergóban is gitározott, képes volt gyönyörű, hosszú, göndör haját levágatni a ti hatásotokra, és eljött hozzánk, és a szekrényből elővettem neki édesapám régi, 60-as évekből származó alpakkal öltönyét, valamint a hegyes cipőjét, hogy a csávokám bedobhassa a hárét, és hozzá legyen neki egy nagyon autentikus Hungária, ahogy annak idején mondtuk, Hungi and Bungi ruhája. Hát itt kezdődött az egész. Marina, kérek húzzá le, és még utoljára volt egy szó, egy olasz szó, mert akkor úgy hangzik, hogy Ciao Marina! Ciao, ciao, ciao! Az én zsírcadal